Négy fordulót követően a Nyíregyháza Blue Sharks két győzelemmel és két vereséggel a hetedik helyen áll az NB1B keleti csoportjának tabelláján. A kék cápák kikaptak a Debrecentől és a Tiszaújvárostól, mellette nyertek az Eger és a Békés ellen. Szombaton, amíg hibátlan budapesti honvédot fogadják Nagy Krisztiánék. A két csapat a nyíregyházi felkészülési tornán szeptemberben találkozott egymással, akkor a házigazda 9 ponttal jobbnak bizonyult a fővárosiaknál. Én úgy gondolom, hogy más mérkőzés lesz, de abból a meccsből is meríthetünk tapasztalatokat. Igen, nagyon erős honvéd gárda látogat hozzánk, akik 4-ből 4-et nyertek az első fordulókban. Én úgy gondolom, hogy nehéz meccs lesz, de mindenképpen szeretném megnyerni a mérkőzést. A nyíregyháziak eddigi találkozóin voltak kisebb-nagyobb hullámvölgyek. A csapat azon dolgozik, hogy ezek számát a minimálisra csökkentsék, vagy akár teljesen kiküszöböljék. Új csapat vagyunk, tehát most lett összeállítva a gárda az idén, illetve elég fiatalok is vagyunk. Úgy gondolom, hogy a meccs elején van egy kisebb hullámvölgyünk a kezdés. Megpróbáltuk a bemelegítést átszervezni és egy kicsit pörgősebbre hozni, hogy lendületesebben kezdjük el a mérkőzéseket. Illetve amikor a harmadik negyed elején érzek én még egy kis hullámvölgyet, ott pedig megpróbálom majd biztos kosárral ezen túllendülni, és úgy hajtani tovább. A Nyíregyháza Blue Sharks budapesti honvéd mérkőzés szombat délután 5:30 kezdődik a Continental Arénában, a Kölcsey Televízió nézői pedig hétfőn 21 órától láthatják az összecsapást. A forduló további párosítása a következő: Miskolc, Debrecen, Tiszaújváros, Salgótarján, Eger, Mavsz 2, Hódmezővásárhely, Békés és Nagykőrös, Óbudai Kaszások.